Dragan Pecsurica, a Krivaja folyó szennyezése elleni tiltakozások főszervezője lakossági összefogást sürget, hiszen a vágóhidak és a dögfeldolgozó, illetve a városi csatornahálózat szennyvize nem csak a környéken élőket veszélyezteti, hanem súlyos környezeti katasztrófához is vezet. A tartományi környezetvédelmi titkár szerint a Krivaja csak úgy, mint Vajdaság többi vizének esete is. Nagyon komplex dolog, legtöbbjüket ugyanis fekáliás és ipari szennyezés is veszélyezteti. Amennyiben olyan esetet derítünk fel, amely veszélyes lehet az emberek egészségére, akkor természetesen reagálunk. De itt erről nincs szó, hiszen voltunk a Krivajánál, és akkor nem találtunk ott semmi veszélyeset. A Krivaja szennyezésével kapcsolatos kálváriát járva látjuk igazán azt, hogy nem élünk jogállamban, ugyanis az ország polgárainak érdeke, az egészsége, az élete, az messze háttérbe szorul a nagy tőke és az oligarchiának az érdekei mögött. Ha valaki azt állítja, hogy a Krivaja szennyezése az nem károsítja az egészséget, az a legkisebb, vagy a legenyhébben szólva is azt gondolom, hogy szemtelenség, hiszen évek óta tudjuk, hogy nagyon súlyos egészségtárosodást okoz, hiszen egy nagyon erős ammóniás kipárolgás tapasztalható kora esti óráktól egészen reggelig, és napközben is állandó, folytó bűz kering a faluban, és ha bárki azt mondja, hogy ez nem egy sürgős történet, amit azonnal orvosolni kell, akkor azt gondolom, hogy itt tényleg a jogállamnak a legparányibb, nem tudom, nyoma is elveszett ebben az országban.